Sziasztok! Nos, hát, édesanyám, ahogy szoktam mondani, lehetetlen nincs, csak tehetetlen. Hát, ezt az ügyet is megoldottam. Hát, lehet, hogy nevetni fogtok, de letettem egy babzsákot a földre, amit jól kinyomkodtam egyenesre. Ide rátettem a, a papírt, amit lefénymásoltam, felnagyítottam ezt a rajzot, eperkét. És ugye itt van a molinó, ki van feszítve a keretre, itt látjátok oldalt, tűzőgéppel. Ugye, akinek nincsen tűzőgépe, ott lehet szegeket is szögelni a keretre, és akkor egy centisre ferdén, hogy jó hegyes legyen ugye a szeg, és akkor azokra ráfeszíteni a molinót. A lényeg az, hogy jól dobolni lehessen, tehát látszik is, hogy jó feszes a molinónk. Nos, hát én mondom, a babzsákra ide rátettem ezt a felnagyított rajzot. Erre ráhelyezzük ugye a keretet, Megpróbáljuk eligazítani, hogy nagyjából úgy legyen, hogy. Tehát itt van a keretnek a, a széle, és az utolsó kontúr azért egy ilyen két centire legalább, hát ez bőven van egy négy centi is, szerintem. Tehát, hogy ne legyen túl közel a kerethez, mert amikor hímzünk, akkor ne szúrjunk bele a fába, mert akkor tönkre megy a tünk. És látjátok, a molinó az ennyire jól átlátszik, tehát én ezért is szeretek erre dolgozni, mert sokkal könnyebben át tudom rajzolni a rajzokat, nincsen szükség projektorra, hogy rávetítsük, hanem későbbre is el lehet tenni, ugye, ha valaki eladásra készíti ezeket a szönyegeket, és más is ugyanolyat szeretne, akkor csak előveszi a papírt, és akkor megrajzolja. Akkor most keresek is gyorsan egy fézdollat. Várjatok! Nos, meg is találtam a félcemet. egy sima normál alkoholos félcel szoktam megrajzolni, és amint mondtam már, ugye jól átlátszik a molinunk, és szépen, hát ez így egy kicsit nehéz, igen, ahogy a telefont is fogom, de megyek a vonalakon és szépen át fogom rajzolni. Ahol vastagabb a kontúr, ott ti is készíthetitek vastagabbra, egy kicsit besatírozátok, és akkor tudjátok, hogy ott nektek is vastagabbra kell a kontúr csinálni. Így, ahogy mutatom. Ha eltévesztitek, az sem nagy baj, ha véletlen kimentek a vonalon, vagy görbe lesz, mert az úgy sem fog látszani a szőnyegen, ki tudod javítani. Tehát azon a vonalon fogsz elhaladni majd a tűvel, amelyiket szeretnéd, hogy ott legyen. Így, és az egészet szépen félccel átrajzoljuk. Már is visszajövök, és mutatom, hogy hogy sikerült. Jó? és meg is vagyunk, tehát teljesen átrajzoltam a rajzomat a molinóra, tehát látjátok, hogy a, a fa kerettől, itt van a fakeretnek a széle, tehát attól egy két-három centire ö, van a rajznak a kezdete, és itt az oldalain is bőven van hely, tehát nem fogom bele ö, bökni a tűmet a fának a keretébe, mert majd ezt is ívesen fogom kivágni. Tehát nem lesz háttere, hanem így szépen körbe, majd itt évesen fogom kivágni. És ebből lehet akár egy fali szőnyeg. Én azt gondolom, hogy a falon jobban mutatna, mint a földön, de ki hogy szeretné majd. Itt van ugye a papírom, itt mutatom, tehát ennyire jól átlátszott. Ha odébb csúsztatom egy kicsit, akkor még egyszer meg tudom mutatni, hogy hogy ez a molinó, ez milyen jó, hogy ennyire átlátszik. És akkor ugye van egy vastag tünk, és van egy vékony tűnk. Ezt közben kiveszem alóla. Van egy vastag tünk és egy vékony tünk, amivel ki lehet böködni én szerintem lesz, ahol a vastag tűt fogom használni, és lesz, ahol a vékonyat, mert ugye, ahol a nagy felület van, tehát látjátok, itt van a kezem például, tehát ez egy egész nagy felület, ezeket a kis részeket majd a vékony tűvel böködöm, de az összes többit a vastag tűvel fogom böködni, mert haladósabb lesz a, a munka. Természetesen itt a kis virágokat ugye szintén a vékony tűvel lehet böködni, hogy szebb legyen a kontúrozás, a szemét, szempillákat, itt is sokkal szebb a száját, a kezét, mert ugye nagyon, nagyon vékony kis aprólékos a rajzunk. Akkor egy következő videóban majd mutatni fogom a kontúrozást is. Sziasztok!